gyerekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el? Ellátható-e a védelem ezen törvény alapján? Elláthatók-e ezek a feladatok ezen törvény alapján? És ha föllapozzuk ebben a törvénytervezetben azokat a jogokat, amelyekkel az alapvető jogok biztosainak a helyettesei rendelkeznek, akik felelősek a jövő nemzedékért, akik felelősek a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelméért, akkor mit találunk benne? A harmadik paragrafus, illetve az ötödik paragrafus szabályozza ezeket. Milyen lehetőségei vannak egy helyettesnek? Tájékoztatás, javaslás, figyelemfelhívás, és közreműködik majd a vizsgálat során az alapvető jogok biztosával. Tehát semmilyen önálló rendelkezési joga neki nincs, nem indíthat el vizsgálatot, nem folytathatja le a vizsgálatot, nem tehet ajánlásokat, nem tehet semmit, amivel az alapvető jogok biztosa az egyetlen egy személy rendelkezik. Tehát ha ezt így megvizsgáljuk, akkor egyértelműen látjuk, hogy maga a törvénynek ez a szellemisége, az mindenféleképpen legalábbis a helyetteseknek a jogai, ez mindenféleképpen az új alaptörvénybe ütközik, és én nagyon sajnálom, hogy ennyire hamar, tulajdonképpen 2 hónappal az alaptörvény elfogadása után már olyan előterjesztés érkezik, éppen dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úr aláírásával, a Magyar Köztársaság kormányának az előterjesztésébe, amely ellentétes az alaptörvénnyel, illetve annak a szellemiségével mindenféleképpen ellentétes. Tehát azt látjuk, hogy ezek a jogok ezek nem gyakorolhatók ezen a törvényen keresztül, amit az alaptörvény előír. És itt visszatérnék és utalnék a Fülöp Sándor úr által elmondottakra, aki erre nagyon egyszerű megoldást javasolt Répási államtitkár úrnak, amikor ő maga is elmondta azt, hogy maga a hivatalnak az egységesítése az egy fontos lépés, és azzal szerintem is bárki egyet tud érteni, akár a Jobbik Magyarország mozgalom is egyet értett azzal, hogy egységesítsük az alapvető jogok hivatalát, biztosának a hivatalát. De elmondta a beszédében azt, hogy legyen egységes a hivatal, szignálja ki a vezető az ügyeket, így egységes lesz az eljárás, és nem fordulhat elő az a jövőben, amitről éppen a Répási államtitkárról beszélt, hogy két biztos külön-külön vizsgálja az ügyeket, különböző álláspontra jusson, de a hivatal, a helyetteseknek is legyenek meg ugyanazok a jogkörei, mint a hivatal vezetőjének, azaz alapvető jogok biztosának. Tehát ez egy nagyon egyszerű eljárással, egy nagyon egyszerű kis módosítással lehetne lehetőséget tenni. Ugyanúgy megmaradna az egységes hivatal, egységes vezetés alatt működne a vezető, a hivatal vezetője, az alapvető jogok biztosa kiszignálná az ügyeket, nem lenne olyan, hogy két ember, két különböző helyettes, különböző álláspontra jutna ugyanabban a témában, hiszen a hivatalvezető fogná össze ezt, de ugyanazokat a jogköröket gyakorolnák, hiszen abból is az következik, ahogy a kinevezés történik, hiszen az országgyűlés kétharmados többséggel fogja nem csak a hivatal vezetőjét, az alapvető jogok biztosát, hanem annak a helyetteseit is ugyanúgy az országgyűlés választja meg kétharmados többséggel, tehát ugyanazzal a legitimitással rendelkeznek, ugyanazzal a felhatalmazással rendelkeznek, az alaptörvény ugyanúgy felhatalmazza őket ugyanazoknak a saját tevékenységük során, ugyanazokat a feladatköröket, tehát ugyanolyan jogkörrel kellene, hogy ellássák, hogy tulajdonképpen érdemben tudják ellátni a feladatköröket, nem, ebben az esetben tehát nem ez történik. Amit megszoktunk a Fidesz-KDNP-től, itt már az elmúlt egyesztendőben, az erős központosított hatalom. Nyilvánvaló a jelenlegi rendszerben, amikor felfüggesztésre került Magyarországon 4 évre a demokrácia, azzal, hogy a Fidesz-KDNP 2/3 többséget szerzett a parlamentben, ezzel tulajdonképpen a demokratikus jogintézmények nem tudnak érvényesülni valójában Magyarországon. Tehát ezzel a Fidesz-KDNP nyilván megteremti azt, hogy a saját emberét fogja ültetni majd abba az alapvető jogok biztosának a székébe, és egyértelműen ő fogja meghatározni, ugyanúgy, akármint az ügyészi szervezet működik, ugyanolyan szigorral fogja meghatározni, hogy ki mit tehet, hogyan működhet, milyen jogköre lesz, és egy konkrét egyszemélyi vezetés alatt fog állni, és a helyetteseknek, akiket egyébként ugyanúgy az országgyűlés választ, semmilyen jogköre nem lesz arra, hogy a saját feladatkörét, a feladatait ellássa. Így ebben a formában ezt a törvényt a Jobbik Magyarországért mozgalom így nem tudja támogatni. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.
Jobbik után az LMP vezérszónoka következik, megadom a szót Szabó Tímea képviselőasszonynak, ugyancsak 30 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény megalkotását az alaptörvény 30. szakasza írja elő. Az alaptörvény meghatározza a biztos és helyettesei feladatait. Ez szerint a biztos az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat vizsgálja ki, és lépéseket tesz a megszüntetésük érdekében, a helyettesek pedig a jövő nemzedékek érdekeit, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el. A már elfogadott alaptörvény megköti a törvényalkotó kezét, hiszen az előttünk fekvő törvényjavaslat esetleges módosításának határt szab az, hogy a javaslatnak azok a szakaszai, amelyekről az alaptörvény rendelkezik, nyilvánvalóan nem módosíthatók. Most nem is mennék bele abba, hogy ugyan miért volt szükség országgyűlési biztosi rendszer ilyen módon történő megváltoztatására, arra, hogy megszüntessék az összes szakombudsmant, arra, hogy az adatvédelmi biztost teljesen megszüntessék, biztos hivatalát teljesen megszüntessék, a kisebbségi és a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát pedig lényegében marionett bábúvá degradálják. Azért nem megyek ebben most bele, mert nyilvánvalóan megkapnánk újfent azt a választ, hogy hát vettünk volna részt az alkotmányozásban, akkor bele tudtunk volna szólni ebbe a dologba, ami nyilván nem igaz. Nem mellesleg itt megjegyezném egyébként, hogy az imént kaptuk azt az értesülést, hogy Jóri András jogerősen is megnyerte Lázár János ellen a Hódmezővásárhelyi úgynevezett szégyenlistával kapcsolatos perét. Ezek után természetesen nem csodálkozunk egy picit sem azon, hogy Jóri András megy a levesbe. Na de visszatérve a törvényre, félő azt gondoljuk, hogy a jövőben újra és újra találkozni fogunk majd azzal, hogy az alaptörvény kutyafutában történt megtárgyalása és elfogadása következtében az országgyűlés miféle buktatókat és csapdákat állított önmaga útjába. Ez a tapasztalat, amellyel most kezdünk szembenézni, visszamenőleg is igazolja a lehet más a politika döntését, hogy távol tartsuk magunkat az alkotmányozási cunamitól. Az elfogadásra váló törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi 59-es törvényt váltja ki. Ez különös körültekintésre kötelezi a törvényhozást, hiszen az állampolgári jogok biztosainak intézményéről általában is elmondható, amit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat miniszteri indoklása az adatvédelmi rendszerrel kapcsolatban tételesen is tartalmaz. Tudniillik, hogy az európai összehasonlításban is kimagasló. Valóban az köszönhetően úgy gondoljuk mindenek előtt az első országgyűlési biztosok Göncöl Katalin, Majtényi László és Kaltenbach Jenő úttörő tevékenységének. Úgy tetszik, a törvény előkészítők szem előtt tartották ezt a tényt. Az alapvető jogok biztosának jogosítványaira és eljárására vonatkozó szabályok nagy része változatlan formában került át az új törvénybe. A biztos és helyetteseit az országgyűlés, akár elődeiket a megválasztott képviselők kétharmadának szavazatával választja meg. Kérdés azonban az, amit nem teljesen értünk, hogy a helyetteseket tulajdonképpen minek megválasztani az országgyűlésnek. Persze nyilvánvalóan tudjuk a látszat fenntartása kedvéért, miután semmilyen önálló hatáskörük nem lesz, ez már itt elhangzott korábban is. Egyetlen panasz nem vizsgálhatnak ki önállóan, mindenben az általános biztos beosztottjai, még a kiválasztásuk is tulajdonképpen tőle függ. Hogy nem többek egyszerű hivatalnokoknál, az abból is látszik, hogy hivatali jogállásuk a hivatalvezető főtitkárával azonos. Komoly probléma a törvénnyel kapcsolatban az, hogy az kikerült a sarkalatos törvények köréből. Ez azt jelenti, hogy miközben a biztos és helyettesei erős parlamenti felhatalmazással rendelkeznek, a törvény, amely megbízatásuk 6 éve során a munkájuk alapját képezi, bármely jövendő parlament egyszerű többségével megváltoztatható. Ez azonban csak része a problémának. Az általánosabb probléma az, hogy maguknak az alapjogoknak is csak egy része sarkalatos törvény. Az alaptörvény hatályba lépése után a pártokra vonatkozó törvény továbbra is csak kétharmados többséggel változtatható meg, az egyesülés és a gyülekezés jogáról szóló törvény ellenben egyszerű többséggel módosítható. Az egyházakra vonatkozó törvény kétharmados, ellenben a sztrájktörvény megváltoztatása a jövőben csak egyszerű többséget igényel. Az alapvető szabadságjogok védelme egyébként nem a kétharmados törvények lététől függ.
A demokratikus országok nagy részében az alkotmányt kivéve semmilyen törvény elfogadását nem kötik minősített többséghez, a szabadságjogokat mégsem fenyegeti veszély. Németországban például azért nem, mert az ottani alaptörvénynek a szabadságjogokra vonatkozó szakaszait semmilyen módon nem lehet megváltoztatni. Sem kétharmados, sem kilenctizedes többséggel. Azt a tételt ugyanis, amivel a német alaptörvény kezdődik, tudnélik, hogy az emberi méltóság kikezdhetetlen, nem a törvényhozás hozta létre, hanem emberi mi voltunkból következik. Az persze a mi alaptörvényünkben is benne van, hogy az ember csupa nagybetűvel sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. De az is benne van, hogy ezek a jogok szükség esetén, a szükséges mértékben korlátozhatók. Természetesen még ez is elfogadható, hiszen a német megoldás kivételesnek mondható, csak kell egy testület, legyen az a legfelsőbb bíróság, mint Amerikában, vagy az alkotmánybíróság, mint a legtöbb európai országban, amely a politika hullámverésétől függetlenül jogosult megmondani, mikor és milyen mértékben elfogadható az az alkotmányos, az alapvető jogok korlátozása. Ehhez azonban az kell, hogy ennek a testületnek, nevezük alkotmánybíróságnak, a tekintélye és függetlensége vitathatatlan legyen. Ha nem az, akkor az alapvető jogok is ki vannak szolgáltatva a politikai széljárásnak. Ha pedig így van, akkor az alapvető jogok biztosának a pozíciója is ingatag, bármilyen erős felhatalmazást kapott is az országgyűlési képviselő kétharmadától. Minden esetre sajátos ellentmondás, hogy az alapvető jogok biztosa esetén kizárók, ha a jelölt az előző 4 évben országgyűlési képviselő vagy kormánytag volt, alkotmánybíró esetében pedig nem az. Holott az alkotmánybírónak kellene pártatlanul dönteni azokról az alapjogokról, amelyeket az alapjogi biztos majd védeni fog. Itt zárójelben jegyezném meg, hogy kérdéses az alapjogi biztos megválasztásának feltételei is. Nem teljesen értjük, mit jelent az, hogy kiemelkedő elméleti tudás vagy 10 éves gyakorlat, és ugyanakkor az adott területen jelentős tapasztalat szükséges. Nem úgy kellene, tisztelt képviselőtársaim, hogy az adott témában kiemelkedő elméleti tudás vagy az ott szerzett legalább 10 éves gyakorlati tapasztalat szükséges? Persze azt, amint az alkotmánybíró választásnál is tapasztaltuk, a flexibilis szabály flexibilis értelmezést tesz lehetővé. Amikor 2007 őszén az országgyűlés létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a tisztségét, egyúttal 7 új szakasszal egészítették ki a hatályos törvényt, amelyek meghatározták a környezetvédelmét, a jövő nemzedékek számára való megőrzését felelős biztos jog és feladatkörét. A kiegészítés nagyon is indokolt volt, hiszen az emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait meghatározza az alkotmány, meghatározzák a vonatkozó törvények és a nemzetközi egyezmények, amelyekhez Magyarország is csatlakozott. A jövő nemzedékek jogait ellenben nem határozzák meg törvények, ezeket különböző a környezetvédelméről szóló törvényekből kell összegyűjteni, amelyek részben kötelezettségeket, részben tilalmakat tartalmaznak. A jövő nemzedékek biztosának a feladatköre is eltér a többi ombudsmanétól, de ebben most nem megyek bele, mert Jávor Benedek képviselőtársam részletesen is beszél majd arról, hogy Magyarország szempontjából miért kiemelt jelentőségű a jövő nemzedékek biztosának hivatala. A törvény előterjesztésének, a törvény első paragrafusának értelmében az alapvető jogok biztosa független nemzeti megelőző, illetve ellenőrző jogvédelmi mechanizmusként jár el, ha erre nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, érdekében kijelölik. Erről Szabó Máté is beszélt iménti felszólalásában. Tegyük zárójelben most a nyelvi logikai problémát, hogy hogyan is járhat el egy személy mechanizmusként, és próbáljuk megérteni, mire gondolt az előterjesztő. Magyarázatot ugyanis az első paragrafushoz fűzött indoklás nem ad. Arról van szó, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága létrehozott egy albizottságot, amelynek az a feladata, hogy elhárítsa, megelőzze a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok, büntetések alkalmazását. Az albizottság, angol rövidítésében az SPT, 2007-ben kezdte meg tevékenységét. Az SPT létrejöttét megelőzte egy opcionális jegyzőkönyv, az úgynevezett OPCED, hatályba lépése 2006. júniusában. A jegyzőkönyvet aláíró államok vállalják, hogy lehetővé teszik az SPT munkatársainak látogatását minden olyan intézményben, ahol az emberek nem vagy nem teljesen a szabad akaratukból tartózkodnak,
tehát a büntetés végrehajtási intézeteken, rendőrségi fogdákon, idegenrendészeti szállásokon és menekülteket befogadó állomásokon kívül elmegyógyintézetekben, elmeszociális otthonokban, állami gondozottak otthonában és a többi. A jegyzőkönyvet aláíró államok egyúttal vállalják, hogy létrehoznak egy nemzeti megelőző mechanizmust, angol rövidítésében az NPT-t, amely együttműködik az SPT-vel és az ENSZ egyéb szerveivel. Előkészíti és segíti látogatásaikat, és nyomon követi az albizottság ajánlásainak érvényesülését. Ennek a mechanizmusnak lenne az irányítója, az alapvető jogok biztosa, ha erre a feladatra kijelölik. A probléma csak az, hogy Magyarország nem ratifikálta, de még csak alá sem írta a jegyzőkönyvet, holott azt már ratifikálta Németország, Franciaország, Hollandia, Svédország, továbbá Lengyelország, Csehköztársaság, Szlovénia, Bulgária, Horvátország, hogy csak az európai országokat említsük. Persze sok jót nem várhat Magyarország az SPT látogatásaitól. Nemrégiben az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban a fogvatartás körülményei miatt marasztalta el Magyarországon. Pintér Sándor belügyminiszter úr értetlenségének adott hangot, mondván, hogy az Európa Tanács hasonló feladatokkal megbízott szerve, a kínzás megelőzésére létrejött bizottság, az úgynevezett CPT, soha nem fogalmazott meg eféle kifogásokat. Csak hogy ez nem igaz, a CPT számos alkalommal fejezte ki rosszallását, korábbi belügyminisztersége idején pedig maga Pintér Sándor írta alá a CPT jelentésére adott kormányzati választ. Ez év július 7-én a Strasbourgi Bíróság a Szélkontra Magyarország ügyben újabb elmarasztaló ítéletet hozott. Kijelentve, hogy a börtönök zsúfoltsága, az árkát a mellékhelyiségtől elválasztó ajtó hiánya önmagában megalázó és embertelen bánásmódnak minősül. Ítélete indoklásában a bíróság ezúttal éppen a CPT jelentésére hivatkozott. Az ítélet azt is kimondta, a bíróság megítélése szerint a hatóságoknak sürgősen reagálniuk kell annak érdekében, hogy a fogvatartottak részére biztosítsák a fogvatartás megfelelő körülményeit. Ha Magyarország végre aláírja az opcionális jegyzőkönyvet, amit a végtelenségig mégsem halogathat, lesz tennivalója az alapvető jogok kétharmados többséggel megválasztott biztosának, aki egyúttal a nemzeti megelőző mechanizmusnak is irányítója lesz. És akkor talán megszületnek azok a jogszabályok is, amelyek biztosítják, hogy a mechanizmus működésében megfelelő szakemberek, jogászok, orvosok, pszichológusok és civil szervezetek is részt vegyenek. Akárki is lesz az alapvető jogok biztosa, vagy neki nem lesz könnyű megbirkózni a jogászi lelki ismeretével, vagy a kormánynak vele. Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki kör végéhez érkeztünk. Ilyenkor az írásban előre jelentkezett képviselők következnek. Elsőként megadom a szót Gajda Róbert képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Fidesz társszervezetének, a Fidelitas alelnökeként mindig kötelességemnek éreztem, hogyha a fiatalokat érintő témáról van szó, akkor felszólaljak az ügyben, és ez nincs másként most sem. Az alapvető jogok biztosáról szóló törvénnyel kapcsolatban kiemelném azokat a részeket, melyek a jövő nemzedékeket érdekeit érintik. Az alaptörvény 30. cikkelyének 3. bekezdése rendelkezik a jövő nemzedékek ombudsmanjáról, mint az alapvető jogok biztosának helyetteséről. Az előttünk fekvő törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak védelmére, illetve az alaptörvény P cikkében meghatározott értékeknek a védelmére, azaz a jövő nemzedékek érdekeire. Az alaptörvény P cikke a következőképpen fogalmaz. A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény és állatfajok, valamint a kulturális értékek, a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Ezek azok az alapvető értékek, melyekre a jövő nemzedékek érdekeiért felelős általános biztosi helyettesnek elsősorban tekintettel kell lennie. Mindannyiunk közös érdeke, hogy Magyarország természeti és kulturális értékeit a jövő generáció számára megőrzésre kerüljenek. Ehhez azonban árgus szemekre van szükség, hiszen például egy-egy építőipari beruházásnál nem biztos,
hogy a felsorolt szempontokra megfelelő hangsúlyt fektet, és a gyors haszonszerzés mellett a fiatalok és gyermekeink jövőbeni környezete, mint prioritás nem valószínű, hogy szerepel. Ugyan az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek száz szeme nincsen, az minden esetre kötelezettségünk, hogy feladataik ellátásához megfelelő jogi környezetet teremtsünk, és egy jól működő intézményrendszer lehetőségét biztosítsuk számukra. Az elhangzottak fényében külön örvendetesnek tartom, hogy a törvényjavaslatban nevesítetten szerepel a jövő nemzedékekért felelős alapvető jogok biztosi helyettes, mint ombudsmani pozíció, ugyanakkor megfontolásra javasolnám a tisztelt országgyűlésnek, hogy esetleg plusz jogosítványokat adhatnánk neki a jövő nemzedékek hatékony védelme érdekében. Ilyen jogosítvány lehetne, ha perekben eljárhatna a környezetszennyezőkkel szemben, illetve ha időlegesen leállíthatna a környezetre káros tevékenységet. Összességében a törvényjavaslatot jónak tartom, európai szintűnek és alapvető jogok védelmére maximálisan alkalmasnak, ezért kérem minden képviselőtársamat, hogy támogassa. Köszönöm, hogy meghallgattak. Bödecs Barna képviselő úr, következik Jobbik. Visszaállítjuk nullára mindjárt az időt. Köszönöm, tudtam, hogy le vagyok adva, és éppen mással foglalkoztam. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az általános országgyűlési biztossal kapcsolatos törvényjavaslatot a Fenntartható Fejlődés Bizottsága tagjaként ismertem meg, és hát ugye egy nagyon éles bizottsági vitán is voltunk túl, és ennek kapcsán sajnos vissza kell utalnom nekem is az alkotmány, illetve alaptörvény elfogadásának körülményeire, amikor is az alaptörvény elfogadásakor egy elég szegényes állapotból jutottunk el oda, hogy Magyarország alaptörvénye a jelenleg hatályos alkotmányhoz képest szigorúbban, és talán mondhatjuk így példamutató módon szabályozza a környezet védelmét, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét, és ennek kapcsán azokat a jogosítványokat és kötelmeket, amihez a sarkalatos törvények megalkotásánál is igazodni kell. Nyilvánvalóan másik oldalról mondhatjuk azt, hogy egy csomó dolog nem került bele az alaptörvénybe, amit annak idején mértékadó tudományos, illetve civil szervezetek, illetőleg ellenzéki országgyűlési képviselők szerettek volna. Ugyanakkor, és ilyen többek között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának önálló intézménye. Ugyanakkor az alaptörvény módosításai egyértelműen lefektették azokat a kereteket, ami mellett az országgyűlési biztos vagy biztosok tevékenységét szabályozni kell. Álláspontunk szerint a beterjesztett törvényjavaslat ennek több tekintetben nem felel meg, és ennek megfelelően a bizottságban nem támogattuk az általános vitára való alkalmasságát, és most itt az általános vitában, hiszen a többség elfogadta és ide került a ház elé, számos módosító indítványt terjesztünk be a frakció részéről az általunk vélelmezett hibák orvoslására. Az első és a legfontosabb, amit itt már több felszólaló is elmondott, ezért nem kívánok részletezni, az, hogy az állampolgári jogok általános biztosának helyettesei nem kapják meg ugyanazokat a jogosítványokat, mint maga a biztos. Ez a jövő nemzedékek helyettes biztosánál arra különleges visszásságra vezet, hogy míg az alapvető biztos jogokat véd, addig a helyettes érdekeket véd. És maga a jogszabály ezt az érdekvédelmi tevékenységet egyáltalán nem tartalmazza. Úgy gondoljuk, hogy
az előterjesztett jogszabály több tekintetben sérti az alaptörvényt, így nem tartalmaz olyan, illetve megszüntet olyan intézményes garanciákat, amik idáig megvoltak, ezáltal visszalép az egészséges környezet védelmének már elért szintjétől. Az alaptörvény 30. cikk 3. bekezdésében a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét erre a célra az országgyűlés által minősített többséggel közvetlenül megválasztott helyettes ombudsman látja el. Ez ugyan formálisan az előterjesztésben megvalósul, ugyanakkor ennek a helyettesnek a jogokat már nem biztosítja a törvény, az összes jogot az alapvető biztosra telepíti, és ami még súlyosabb, hogy a helyettes biztos fölötti munkáltatói jogokat az alapvető biztosra ruházza. Ugyancsak az alaptörvény 30. cikk első bekezdésében az alapjogi biztost csak alapjogvédelmi tevékenységre jogosítja fel. A jövő nemzedékek érdekeinek védelme azonban az alaptörvény egyértelmű rendelkezései szerint nem alapjogvédelmi, hanem érdekvédelmi tevékenység. Ezt a feladatot az alapjogi biztos nem tudja ellátni. Ilyen értelemben a jogszabályt javasoljuk úgy módosítani, hogy ezt az érdekvédelmi tevékenységet és a környezet állapotának felügyeletét egyértelműen a helyettes biztos lássa el, és erre megkapja a jogszabályban a megfelelő jogosítványokat. Az előterjesztett jogszabály ugyan tartalmazza a helyettesi biztos intézményét, ugyanakkor aggályokat vet fel a tekintetben, hogy ez az intézmény igazából a valóságban nem fog működni. Miért mondjuk ezt? Az alaptörvényt felülírva a jövő nemzedékek érdekeinek védelme ellátása helyett annak figyelemmel kísérését szabja a helyettes biztos feladatául. Ez úgy gondoljuk, hogy egy súlyos sérelem és szintén visszalépés az alaptörvényben megfogalmazott elvektől, illetőleg az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatától. Megszűnik a helyettes biztos önálló szervezeti háttere, és ami még súlyosabb, hogy alapvetően a költségvetési törvényben egyedül a hivatal költségvetéséről lesz rendelkezés, ezen túlmenően az így rendelkezésre álló források elosztásáról a főtitkár, illetőleg az alapvető jogok biztosa rendelkezik. E tekintetben a helyettes biztosok működése és annak feltételei biztosítása háttérbe szorulhat. Ezt mindenképpen javasoljuk orvosolni, semmi kifogásunk nincs az ellen, hogy a hivatalnak önálló költségvetése legyen, semmi kifogásunk az ellen, hogy a főtitkár ezen belül gyakorolja a munkáltatói jogokat, természetesen nem a biztosok, hanem az alkalmazottak fölött. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a biztosnak, magának és a helyetteseinek a saját működési költségeire vonatkozó előirányzata legyen, és ez az egyik területről a másikra ne legyen átcsoportosítható, ne legyen elvonható, és így tovább. Hiányoljuk azt, hogy a jelenlegi előterjesztés a környezetvédelmi biztos speciális jogi eszközeiből nem tart meg semmit. Módosító javaslatba indítványozzuk azt, hogy a jelenlegi törvényben a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a külön jogosítványait tartsuk meg, és mi több, ezeket a jogosítványokat, amelyek ugye megint szerzett jogok és visszalépést jelentenének, terjesszük ki a másik két biztosra is az egységes jogalkalmazás érdekében. Úgy gondoljuk, hogy, és ugye ezt már említettem, hogy a közjogi méltóságok felett semmiképpen nem gyakorolhat egy másik közjogi méltóság munkáltató jogot, ezt az országgyűlésnek kell megtennie.
Továbbiakban sérelmesnek tartjuk azt, hogy a biztos újra választható lenne. Úgy véljük, hogy tekintettel arra, hogy a biztos állami szervek működését, a kormányzat tevékenységét is figyeli, mind emberjogi, mind kisebbségvédelmi, mind környezeti jogvédelmi szempontból. Az a tény, hogyha újra választható lenne, az adott esetben annak mérlegelését jelenteni a biztos vagy helyettesei szempontjából, hogy újra választhatóságukat miként befolyásolja az a tény, hogy